Többek közt a Köfém Nyugdíjas Klub néptáncosa is felléptek a Nem csak a 20 éveseké a Világ Nyugdíjas Klub szüreti bálján a Felsővárosi Közösségi Házban szombat délután. Bognár Mária klubvezető örömét fejezte ki, hogy ismét szüreti bált rendezhettek, amelyre szép számmal eljöttek a klubtagok. Nagyon aktívak a tagok, és meglepetéssel is szolgáltak még nekem is, úgyhogy hát úgy kell elképzelni, hogy lesz egy szőlőskertek királynéja, ami szintén meglepetés, mert ilyen még nem volt, és lesz cigánylány, lesz bíróné bíró, akiknek külön helyet biztosítunk, hogy majd kínálják a szőlőt, és tartsanak rendet. A cigánydőnek meg az lesz a dolga, hogy majd vesse a kártyát, meg ugye jósoljon nekünk jót. A szőlőskertek királynője az a hölgy lehetett, aki a legtöbbet tette a klubért. Az elismerő címet ezúttal Krajtl Jánosné Marika néni kapta meg. Nagyon örülök neki, régi klubtag vagyok már, és nagyon jól érzem magam itt, úgyhogy mindenben segítem a klubot, amiben csak tudom. Ez meglátszik a mai rendezvényünkön is, meg több alkalommal ott vagyok, ahol éppen kell. A szüreti bár részeként természetesen a szőlő, a must és a bor kóstolás sem maradhatott el, a klubtagok saját készítésű süteményekkel kedveskedtek egymásnak, néhányan pedig táncra is perdültek a zenés műsorok közben és után.